Na, szevasztok srácok, üdv mindenkinek itt Nessai, és ma is folytatjuk tovább a Babatunde NDD menedzser karrierjét a Nessai FC csapatával, az EA Sports FC 24-ben, és hát ugye új szezon kezdődik, Babatunde ígéretéhez híven a szurkolóknak megpróbálja haza csábítani a Bajnokok Ligája trófeát, és hát a legutóbbi epizódban ennek szellemében igazolgattunk is, úgyhogy egészen jól összeállt az új A-keretünk, úgyhogy most már csak nincsen hátra más, mint egy kicsit a taktikába belenyúkálni, messzámokat beállítani, kicsit tréningezni, és el is indulhatunk. Rendben raktuk a csapat összeállításokat, mindenki megkapta a pozícióját, mindenki megkapta a messzámát, szépen beállítottuk, hogy ki milyen szerepkörben számítunk majd a szezon során, hogy ki milyen pozícióban bizonyíthat, hogy kinek kell a maximumot nyújtania éppen az adott helyen, úgyhogy Babatunde hivatalosan is megkezdi a csapattal a felkészülést. Hajrá! De közben persze ilyen filléres ajánlatok jönnek, bombáznak engem. Nézd meg, a Barcelona azt hiszi, hogy 135 millióért odadom nekik Alfonso Davies. Tehát gyakorlatilag sértegetnek. Tehát ezt a bunkóságot apró pénzé nem hajolok le. Ferguson, 25 millió, hát a jól lakott óvodásomat. Nézd meg, még a gyurmás svéd gyerekemet is el akarják vinni, hát hagyjatok békén, bro. Ennyi pénzért a játékosaimat egy éjszakára se adom oda. Nézd meg, Joel Linton, ez is 45 millió, City. Hol élnek ezek? Ne haragudjatok, abban a felső 10 000-ben, amiben Babatunde NDD mozog, ott ilyen 350 millió euró alatt egyszerűen föl se emelkednek a karosszékből a szivar meg a viszki mellől. Az egész csapatomat megpróbálják szétszedni. Anthony 80, Davis 135, Atletico Madrid, bazeg. Ott is Simeone eladta a kokót az asztalról, vagy nem tudom honnan van ennyi pénz. Hagyjatok már békén, hát már négy vetett a... Hogyne? A videó felvételének pillanatában még nem játszották le a Chelsea Manchester United balfaszok rangadójának nevezett mérkőzést, de majd YouTube kommentekben el lehet mesélni, hogy milyen volt, bár addigra már tudom. Na de térjünk vissza az igazi fotballból a fontos fotballba, ide a Nessai FC-hez. Itt vannak a meghívásaink, és hát nyilván az ázsiai kupa fizetne a legtöbbet, de van itt egy invitational, ahol az Al Nassrral meg az Al Ittihaddal is lehet küzdeni, úgyhogy erre megyünk. Megkezdődhet a bemelegítés, végre kimehetünk megint a futballpályára, részt veszünk egy barátságos tornán, és a Dortmund egy kiváló első ellenfél lehet, hogy meglássuk, hogy hogyan áll össze a csapat az új igazolásokkal, milyen a hangulat, milyen a morál, mennyire sikerült összeszokni az edzéseken a srácoknak, de előtte Babatunde NDD tesz egy fontos kitérőt az egyik közelében található szupermarketbe, ahol részt vesz, hát hogy is mondjam, egy kis fodrászoláson, génmódosításon, meg beugrik a Houndembe. Na így kell, gyönyörűen átvedd lett a mester, egy kis nyári stiló, jön a jó idő, készül az EB-re, a régi rasztahaj visszatért, kicsit ilyen casual-ebb figurára vettem, már nagyon öregesen nézett ki Babatunde, de azért mégiscsak egy fiatal menedzser, fiatal csapattal, ez jobban illik hozzá. És akkor mérkőzés, Nessai FC Dortmund felkészülés, megtartja a csapat az utolsó edzést, az utolsó felkészülést, mielőtt kimennek a pályára, Babatunde még az utolsó formációkat begyakorolja a srácokkal. Nem is csináltam még szabadrugás tréninget. Mik ezek az új bábuk? Mondjuk sokat segít, bazd meg, hogy Onana bevédi az összeset. Íme a csapat, hát lehet látni, hogy azért edzés hiánnyal küzdenek, kicsit még idény elejé forma van, de
mindenki visszatért a válogatott meccsekről, mindenki egészséges, Babatun de Ndidi legerősebb kezdő 11-je ott van. Nézzük meg, hogy elsőre, az első meccsen mire képes ez a keret. Íme készülgetnek a játékosok, Viktor Osimhen, az új középcsatár, sokat várnak tőle a Nessa FC szurkolók, YouTube kommentben azért megmondták, hogy neki minimum 30 gólt kell szerezni a szezonban, de akkor nézzük, hogy az elején tét nélkül mire leszünk képesek. Nessa FC Dortmund, a bemelegítő találkozó, lássuk Ndidi mit hoz ebben a szezonban. Új játékosok, új stílus, meg lehet-e a BL? Ez a szezon nagy kérdése. Kvaradóna az első megmozdulásokkal a cselgép jön befelé, lőni lehet, kapufa! A Nessa FC első idei helyzetének egy zúgó kapufa a végeredménye, hát ehhez már hozzá vagyunk szokva, gyerünk fiú! Onana. Kis kirúgás ne kockázta, Trippier, Joel Linton, ott nem kellett volna forgolódni. Eladjuk a labdát a saját térfelünkön, és Fulkrug az ork kapitány, Adeyemi mellé. Hoppá! Spori az otthon maradt, várjá! Hát a Spori még a strandpapucsát veszi ki az öltöző szekrényből. Dortmund helyzet, Onana megír. Gyerekek, hát föl lettem ott borítva, mint a büdös szar a 16-osom előterében, azt nem fújt senki semmit. Zabicer fejjel közbe mellé. Na! Belealudtunk a jó kezdésbe, gyerekek, ébresztő! Anthony. Na! Az mi? Na! Nem már! Ő volt szabályta, mi történt? Mindegy, állíts ki! Jó a sárga. Adeyemi adenyaló. Féltékenykedett ott Anthonyra, hogy most ő a szélsőnk, és a kis koptert itt, hát lerántotta, megpuszilta. Köldökön pöccintette, nem tudom, mi történt. Szabadrugás a 32. percben. Fulkrug. Loktár Ogár, Reina, jó a betett labda, Adenyaló, Onana! Jön a labda a lövidre a szöglet után, Onanánál pedig landol. Van még egy utolsó támadásra idő az első fél időben, és Neymar lép ki a védők mögül. Neymar a labdát is cipeli, meg egy pár kiló túlsúlyt, szép a betett labda, ott a lövés! Joel Linton! Végre egy gyönyörűen felépített támadás. Joel Linton lőtt kapura. Neymar jól tekeri be, kiöklözi a kapus. McAllister a fejessel, Upamecano. Joel Linton megint! Kobel! Neymar a rövidre. Túl rövid a labda, engedi még a játékvezető. Neymar kezeli le, Neymar lövi meg. Schlotterbeckről lepattan. És ez az első félidő vége. Hát na! Az első találkozó, tudjátok, felkészülési mérkőzés, teszet oszáskodnak még a fiúk, de próbálkozik a kis pocak is, aki a képen látható, és a többiek is igyekeznek, egyelőre nincsen gól. Ahogyan csere sem történt a szünetben, Ndidi megpróbálja terhelni a játékosokat, hogy hogyan bírnak végig 90 percet, úgyhogy egyelőre nem küldi be az ifjakat, nekik majd lesz lehetőségük a többi felkészülési meccsen bizonyítani. Na nézzük a második félidőt! Neymar nem tudja tovább tenni, az komoly probléma, Fulkrug, az ork kapitány, lőtt kapura, Upamecano pedig ostobán becsúszva szabálytalankodik, kérdés, hogy hol? Hát az kívül volt a 16-oson, én ide láttam, az a baj, hogy ezt rajtam kívül más nem látta, úgyhogy rúgja a 11-est, Fulkrug, gól, vezet a Dortmund. Egy ork csatamágus, Fulkrug. Hát azért visszalassítani nem kell, akkora megmozdulás nem volt. Onana lyukra dől, vezet a Dortmund. Na hát akkor egy kis lélektani gyakorlás is a fiúknak, hátrányból nézzük, hogy mit produkálunk. Labdaszerzés, Anthony, szép a kiugratás Osimhennek, az neki lövőtáv, kész volt, kipattan, kancsa gól! Megvan az egyenlítés, de nem érni, visszafújja, nézd meg te, sintérlelkű! Hallottam, hogy a sarki kocsmába anyád elárult 5 forintért. Milyen lesz te? Hát eleve a kezéről pattant le a labda a védőnek. Nézd meg! Nagyon szép észrevétel, Neymar, McAllister, Osimhen megy megint, és kiváló labdát kap Osimhen Kvaradónától, hát jól ismerik egy...
Nincsen szerelés, most McAllister begyűjti. Osimhen, és most lendületből lehet menni. Kvaradona gyönyörűen át a túloldalra bokából. McAllister, Osimhen megy, Neymartól megkapja! Lesz, Trippier, Osimhen. A hosszabbításban járunk, az a kiugratás az nem lesz. Anthony, az utolsó lehetőség. Anthony passzol, Neymar! De micsoda higgadt megoldás a kis pocaktól! Lepasszolja! És a két új igazolás, hát ha más nem, a becsületünket legalább megmenti. A 93. percben Anthony, Neymar, és micsoda passz be középre! McAllister pedig higgadtan. Hát hogy fog örülni McAllister? Lesz szoka nevetni az argentinnak. 1-1 a 94. percben. És ez az első mérkőzésünk vége. 65 000 Nessa FC szurkoló úgy örül, minthogyha lenne miért. De valószínűleg a taps az NDD új outfitjének jár. Hát van még hova fejlődni. Azt gondolom, hogy egy edzőtáborra szüksége lesz a keretnek. Osimhen nem talált be. De az új igazolások közül McAllister megszerezte első gólját, Neymar nagyon aktív volt, lesz ez még jobb is, Nessa FC Dortmund, 1-1. Dacára az utolsó pillanatos nagy mentésünknek, NDD hát nem volt elégedett, finoman szólva sem volt elégedett a mutatott játékkal, ezért a kezdő 11-nek, az A keretnek, hát szokásához híven egy kiváló túrát szervezett. Ameddig pedig az A csapat, hát egy már jól megszokott Nessa FC-s erőléti túrán vesz részt, addig a B csapat, hát Pinyő vezetésével itt a felkészülési torna hátralévő részét teljesíti, nyilvánvalóan kiváló eredménnyel. A Real Madrid ellen például egy 2-3-as győzelemmel oda nézzetek, Ferguson, a jól lakott óvodás két góllal lehozta, easy! Nessa FC Athletic Bilbao, hát mi sem egyszerűbb, ne vicceljetek, gyerünk Pinyő, nagy vagy, nyomod! Ott is az emberelőnybe. Szerencsére nem volt több fapados szabad hely a B csapatnak, úgyhogy nekik ezt elnézzük, de mindegy. És akkor kezdetét is veszi a bajnokság. A felkészülés lezárult, reméljük, hogy Babatunde új stílusával, de régi edzésmódszereivel a kiváló formára felépítette a csapatot, ugyanis egy rangadó következik, Nessa FC Liverpool egyből a Premier League első fordulójában, és bár nem fogunk a bajnokságra fókuszálni, elsősorban BL meccseket fogunk idén lejátszani, azért a nyitó fordulóval megtiszteljük az angol első osztályt, Nessa FC Liverpool, gyerünk srácok! Ismét üdvözöljük, tisztelt Babatunde NDD, hát új szezon kezdődik, nagyon nagy ígéreteket tett a szurkolóknak, főleg a Bajnokok Ligáját illetően, most itt az angol bajnokságban megmutathatja, hogy milyen lett az új csapata, hogyan készült fel, mi lesz az új taktika, milyen mentalitással készül erre az idényre a csapat. Köszönj szép, üdvözöl! Póló C-undá 150k. Nadrág lenni angol turkáló 3,5 millió. Sneaker Jordan. Jordan 3L. Nem Jordan. Jordan sneaker lépő 25m leasingbe. Fuchsot nem venni, Fuchsot kizárólag venni föl, idióta barom. Taktika lenni idénre, csodálatos outfit, megvakít ellenfél, és föladni mérkőzés, fényvisszaverős lenni outfit, eredmény lenni 5-0. Köszönj szép, köszönj szép. Az, hogy hát a taktikának
mennyire van köze ahhoz, hogy valaki mennyiért vásárolta a ruhát? Ilyen nyilatkozatot se hallottunk még Babatunde Ndidi-től, de hát srácok, bízunk benne, ő tudja. Ha szerinte ez a fontos, akkor biztos, hogy kitalált valamit. Reméljük, hogy ez eredményekben is látszódni fog. Nem változtatott egyébként az első felkészülési mérkőzéssel használt kezdőcsapatán Ndidi, hát nem hiába őket vitte magával a dzsungelbe, úgyhogy reménykedjünk, én hiszek benne, évek óta érdekes megoldásokat választ a mester, de mindig szórakoztató játékkal kápráztatott el minket, úgyhogy reméljük ez ezúttal is így lesz. Hölgyeim és uraim, Nessa FC, Liverpool. A Mamatunde Park megtelt, Nessa FC Liverpool, gyerünk fiú, Morton. Nem tudjuk, hogy kicsoda, de valami gyerek játszik Szoboszlai helyett, nyilván angol Bajosz, és ott egy Modric is, hát nem tétlenkedtek azért az ellenfélnél sem a nyári átigazolási szezonban. Kíváncsi vagyok, hogy Jürgen Klopp, aki hát már visszavonult, csak Ndidi miatt reaktiválta magát, mert szereti a kihívást. Szóval, hogy milyen csapatot rakott össze, egyből jönnek is előre, és jó volt a beadás, de Alfonso Davies kifejeli, Osimhen pedig begyűjti a labdát. Antony, szép passz, Joel Linton indítja Osiment, nincs elles, Osimhen jó csellel, Osimhen nem támadják meg, az bizony helyzet, és Ellison véd! Szöglet a 7. percben, Neymar, jó lível a pocak, ott a fejes, Antony! Upamecano, jó meglátás Joel Lintonnal, szép a kiemelt labda, pocak teszi tovább Joel Linton, Osimhen, Kvaradona helyzetben, les! Hogy a sintér mindenit néz meg, meg sem mutatják. Szégyelte az operatőr is ezt visszafújni. Hogy tényleg most már ez a második alkalom, hogy elveszitek, amit megérdemlünk. Kicsit ketté szakad a pálya, Modric teszi előre. Luis Diaz nem tudja megjátszani a paszt, Trippier elveszíti. Joel Linton továbbra is marad a kapunk előtt a labda. Endo fordul le, jó meglátás, Jota helyzetbe, gól! Vezet a Liverpool az első lövéséből. A 25. percben a vendégeknél az előny. Diego Jota szépen tolja meg a labdát. Harry Maguire mozdult ki a pozíciójából, és a Mercedes kölcsönző felső ablakát takarító Marika néni is látja, hogy egyelőre hátrányban vagyunk a Mamatunde Parkba. A 6-1 az új 5-0, no kecmec, gyerünk előre! Azért a 42 éves Modric oktat az elég nagy probléma, de megoldjuk, Antony. Neymarral az összjáték, gyönyörűen oldják meg, Neymar be középre, ott a lövé! Hoppá, gyönyörű, passzolod, lövő, de hogy passzolod? Hát üresen volt ott, hát akkora, mint egy ház, bazd meg! Egy lakótelepnyi a körkerülete Neymarnak, azt nem talál... Nyugd, Salah! Nem sokat láttunk eddig a fáranyótól, most jól teszi be, Robertson fejesét azonban fogja Onana. 44. perc, folyamatos nyomás alatt a liverpooli kapu, McAllister, az egy kicsit sintér megoldás volt, Neymar szépen fordul, Osimhennek ki a szélre, McAllister kérné vissza, szép játék, McAllister, Kvaradona, kifejelik. Fél idő! Nyugodt meg! Leül vagy én ültetem le, pofon! Lenyugod! Meghozad kemény kígyóval eső! Meghozad eső! Ezen liverpooli úri gyerek nem látott még sár! Azt se tudja, mi az homokbucka! Meghoz eső, távoli lövés, szerez gól! Oké? Ért engem? Én lenni vidéki gyerek. Vidéki ganzsaman. Érteni? Megjön eső, Saman meghoz eső. Menni ki, távoli lövés, bumsarok. Na takarod ki, takarod megfordít. Na jó van, kumbájá. Megjött az eső, nyomod fasz.
Majdnem! Majdnem a hullófa levél. Föl ne emeld a zászlódat! Föl ne emeld a zászlódat! Bam! 60-an a harmadik perc, nyugi! Kettős csere! Lejön Osimhen! Lekapta őt is, meg lekapta Koptert is, Babatunde. Jön Jeremy Béla, a rutinos Terminátor, meg jön előre Ferguson, az Ovis. Jó! Jó! Tedd be középre, okosan! Ott van a gól! Hát megjött az Ovis! Evan Ferguson egyenlít a 69. percben! Ott van! Gyönyörű ez a passz, de még mekkora az észrevétel! És onnan már csak be kell lőni! A leért a zsíros kenyér, egyenlít a Nessa FC, mit küzdöttek? És akkor innen most el kell kapni őket, gyerünk! Mati elrontja a passz, Béla, Ferguson, üres a túloldal, Kvaradona veszi észre Neymar! Neymar! Neymar még mindig, Neymar egyedül, Neymar teszi le, Ferguson! FC-nek, a cserekén beálló Ferguson, hát váltotta elől a nigériai Batman, és megmenti a mérkőzést ez a 19 éves fiatalember. Neymar adja a gólpassz, magabiztos lövés a hosszúra, és az utolsó 10 percben megvan a vezetés. Evan Ferguson, a szomszéd kisfiú, megszerzi a második gólját is, 2-1. Nincs még vége azonban a mérkőzésnek, 5 perc a rendes játékidőből, és megint egy hiba a Liverpool részéről, és megint egy Neymar passz Jeremy Bélához, aki hosszan tolja meg. Onana hosszan előre, letelik a 90 perc, Konatét ott leboxolják, Davis küzd Salával, egy jó becsúszás, megvan a labda, Kvaradona meghúzza a lábát, de elindul. Gyerünk kicsi kacsa, hápogjad le! Ápogjad le a sarokba! Még jönnek középen, be lehet adni! Rövid a labda McAllister felé, Jeremy Béla, az jó lövőre, Joel Linton szöglet! Le kell fújni! 94. perc, még időhúzó cserék, Babatunde bukta Csabit és Nico Williams-et is beküldi. Letelik a hosszabbítás, le kell zsugázni a sarokba, gyerünk Neymar! Picibe, ott van, a kis nevetőssel, Neymar, McAllister, úgy van, hát flagmázzál velük, nem kellett volna eladni, Modric még elindul, de vége van! Lefújja a játékvezető, és megfordítjuk a találkozót hazai pályán a Premier League nyitó fordulójában. Kemény kígyósá már meghozta az ítéletidőt, Babatundénak is föl kellett kapni egy melegítő kabátot a sportos nyári szetre, de Evan Ferguson duplájával, az ifjú zseni segítségével elhozzuk a 3 pontot. Megvan a győzelem, és ez komoly löketet adhat. Nessa FC Liverpool 2-1. A parti buszon nincs fék, nincs fék, nincs fék. Na mi van? Jürgen! Mi van, Jürgen barát? Hát jobb lett volna visszavonul. Öreg Jurgoszt, jobb lett volna visszavonul. Na, ki vagy, Morci? Megmond, hogy győz. Megmond, hogy győz. Táplál, gyerek. Rendes táplálék kiegészítő ad Ferguson. Hát fiatal, fontos neki növekedés. Hormonok rendben legyenek. Ad neki rendes táplálék kiegészítő, figyel rá, konditerem, etet rendesen, fejlődésben lévő szervezet. De jó gyerek a Fergus, hívni Fergus, gyönyörű győzelem, Liverpool, mehet le kutya, köszön szép. Hogy mondani, auf Wiedersehen! Wiedersehen! Thank you, that's all the questions we have for you. Danke, auf Wiedersehen! Hát azért azt nem mondhatjuk, hogy egy könnyű találkozóval sikerült itt az első 3 pontot behúzni, pedig hazai pályán kezdtünk, de az idény elejé forma ellenére azért böcsülettel megugrottuk. Jó kezdés után nyilván csak egy még erősebb folytatás játszhat, hát Babatunde ugye a BR-re készül, úgyhogy nyilván teret ad annak,
hogy itt tudjon Pinyő is egy kicsit dolgozni, de a rövid fontosabb jeleneteket azért megnézzük többek között a Chelsea mérkőzésről is. Szegény embert az ág is húzza, ez meg a Chelsea, úgyhogy nyerni kell. Osimhen felé jön a labda, át kell venni, el kell lőni. Hajj! Batman! McAllister várja bent középen, kifejelik, az meg lehet még. Osimhen! Bum! Anthony, szép átvétel, gyönyörűen nyomod, nem vagy önző, nem vagy önző! 0-1, ott a három pont. Nessai FC Fulham, Durbé csapat. Hazai pálya van, őrültek az emberek, meg kell nyerni. Júj, micsoda labda! Júj, micsoda labda! Micsoda gól, Ferguson! A szájon akarom csókolni ezt az embert! Evan Ferguson! Az utolsó percekben mit nyomolt? Újabb három pont lehet a Fulham elleni unalmas meccsen. Willian a labdával leteszi lövésre, Ibovié és őspina! Megvan a három pont, még egy 1-0-val. Ott vagyunk a toppon. Mit keres ott a United? Tottenham, Nessai FC, Sintér csapat, easy meccs idegenbe, gyerünk! Baj lehet, az baj lehet, baj lehet, az, ba, az kicsit baj lehet! Ki az az olasz gyerek? Oj, Onana! Ott van, szépen átveszi, be középre, Osimhen, lövött gyerek, gól! Ha beindult a Batman! Én vagyok Batman! Zárod, zárod, zárod! Úgy érzem az 1-0 az új 5-0, de azért ez a kontra még meg lehet. Kvaradóna veszi át, kiskacsa gyerünk, kiskacsa fürdik, Anthony lő! A kotter is beköszön! 0-2! Yes! Hibátlanul! Aston Villa, most már ne itt rontsuk el ezt a sorozatot, gyerekek! Aston Villa! B csapat kell, mert rá kell pihenni, jön a BL ezután, úgyhogy le kell hozni az ifiknek. Hazai pálya, srácok, hazai pálya, Mama Tundér! Mama Tundér előre! Jönnek előre, azért nyilván fog helyzeteket kapni az AI, így, hogy egy kicsikével gyengébb a kezdőkeret, Ramsey viszi le az alapvonalig, jól teszi be, júj, de nagy kapó! Jó-ho-ho! A bák! Ampadu, Ampadu, hol a védő? Hubazd meg! Gyerekek, szedjük össze magunkat, hát Mama Tunde odaégeti a kuglófot, nem lesz ez így jó! Híhe! 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 Húha! Híhúha! 5 perc van. 5 perc van. Traoré! És most nyomod! Szaladol! Szaladol! Nagyon szaladol! Szaladol! Gól! Adama! 42-es biceps Traoré! 1-1 a 83. percben! Jó van! Jó az X! Hát figyelj! Hát az van, hogy kurva kemény vagyok! Kezdődik a BL! Nessai FC, Napoli, Marseille és Salzburg. Hát azért nem egy ilyen halálcsoportot kaptunk. Az E csoport élén ott a Nessai FC, és az első találkozó az olaszok ellen jön majd hazai pályán a Mama Tunde Gardenben. Hát erre vártunk, ez a fókusza ennek a szezonnak, úgyhogy egy kicsit izgulok. De gyorsan mielőtt kiszaladunk a gyepre, íme a többi csoport, itt azért van egy Bayern-Liverpool mérkőzés az A csoportban, a City viszonylag megúszósra vette, a Barca a Juvéval küzdhet sokatszorra a C csoportban, a D csoportban PSG Milán, az szintén egy jó találkozó lehet. Az F csoportot kapta a Real, ahol szintén a Dortmunddal hát szeretnek meccselni lehet majd. A G csoportban az Arsenal szintén nem találkozik majd nagy ellenállással, bár a Sociedad jó csapat, és végül a H csoportban jó kis brusztolós Inter-Atletico összecsapás. Na hát gyerekek, megvolt a felkészülés, nagyot mentünk a bajnoki találkozókon, de pihentetett a mester. Az első BL meccsre ennek köszönhetően pontokat hullajtottunk a Villa ellen. Reméljük, hogy most kipihent lesz a teljes csapat. Nessai FC Napoli
Az első BL csoportmérkőzésünk jön. Ez ilyen ilyen tészta, nem szeret pizza annyira. Ezek ilyen pizzások, ezek nem. Nem száll, easy. Ha kérdez vélemény, easy. Hát legjobb játékosokat elvenni ezek pizzások. Lenni Batman, lenni elől Batman, lenni kancsalkacsa szélen. Hát kik vannak még itt? Elhozni Pék? Pizza nyújtó Pék fog itt fotbaloz? 5-0, ember. 5-0. Lesz itt balhé, gyerekek! Gyerünk! Morata van akkor ellenünk. Orbán a csapatkapitány. Van egy Martinelliük, de ez nem állhat az utunkba. Erre vártunk, erre készültünk, hogy végre a sokat remélt bajnokok ligájában büszkék lehessenek ránk a magyar szurkolók. Maguire a csapatkapitány, odaáll a pénzfeldobáshoz, megvannak a kötelező fotók, és akkor hölgyeim és uraim, pingvinek, Nezza FC Napoli, BL meccs a Mamatunde Parkba, gyerünk fiú! Előretett labda Antonihoz, jól kezdi a meccset a kis kopter, egyből egy jó szólóval próbálja megzavarni az olasz védőket. Antoni! A kapufáig jut a brazil szélső. Babatunde anyázik a kis padnál, gyönyörű megoldás volt rögtön a meccs elején. Nem hiszi el a mester. Átra kerül a labda Di Lorenzohoz, és az ex-nápolis kancsalkacsa indítja a kontrát. Jó a meglátás McAllister felé, Osimhen kérné, kiváló észrevétel, Osimhen, gól! Megvan az első nemzetközi mérkőzésen szerzett találatunk, kiváló indítás, McAllister játssza meg Osimhent, aki a felpattanó labdát a hosszúba belsőzi. Tehetetlen az olasz kapus, kiváló megoldás, és ezzel megvan a vezetés. Batman első gólja a BL-ben az idei szezonban. 1-0-ra vezet a Nessai FC hazai pályán. Kancsalkacsa jól kezeli le az lövőhelyzet, Jui! Mekkora suhintás volt a kis kacsától. Hosszan előre, Maguire szépen nyeri meg a fejpárbajt, és ott is van Neymar. Jó betett labda, Antoni másodszorra ezt a kapus védi. Trippier, micsoda labda szerzés. Trippierbe középre, Osimhen egy lövőcsellel, visszaérnek a védők, keressük a területet, Trippier kap labdát, Trippier az alapvonalról a hosszúra, ajajajajaj! Ott a kiskacsának alászart egy tik, vagy egy vakon túrásba megbotlod, nem volt szép megoldás. Az viszont jó lehet. Neymar távolról, kapufa! Micsoda játék! Évtizedek óta nem ment ekkorát a Nessai FC, és nincs még vége. Antoni még mindig három védővel táncol, Antoni, most lő, de abból sincsen helyzet. Jézusom, mit megyünk, hát a Napoli ki se jött a tér feléről 20 perce. Egy szép keresztlabda, Maradona vissza, Davis, gyönyörű háromszögelés, McAllisterrel az összjáték, kéri vissza az argentin, McAllister, abban a pillanatban a hatos csomag, Nuggets! Testéről pattan kapura a bogyó. Így telik le az első félidő. Egészen durva tűzijáték. Hihetetlen, hogy csak egy gólt kapott a Napoli. Babatunde büszke lehet. Rá kell menni a helyzet kihasználásra a második 45 percben. Gyerekek, szerelem szép dolog, jó? Én is lenni fiatal. Nagyon jó, ha elviszed kislány sétálni a parkba. Nagyon szép, ha fogod egymás kezét. De ha nem durrog a takaró, mi értelme fölkelni? Jó? 1-0 lenni állás. Most tessék már kimenni, és durrogjon takaró. Gyerünk! Durrogjon a takaró, mondta a fél időben Babatunde a fiúknak. Hát lássuk, hogy ez összejön-e 1-0-ról a második 45 perc. Antoni. Osimhen, Neymar. Na gyerünk, pocó! Gyerünk, pocó! Gyerünk, pocó! Gól! Igaz megoldás a kapu előtt. Neymar megszerzi a csapat második gólját. Ha megérte az a sok szénhidrát, még átesnek a korláton is, annyira ünnepelnek a fiúk. Neymarban sokan nem hittek a leigazolás pillanatában, de hát ő teljes válszélességgel bizonyítja, hogy még most is megvan benne, ami kell. Gyönyörűen emeli át a kapus, nem izgulja el.
finom megoldás. És hát bizony finom ünneplés is várhat rá ezután. 2-0! Megvan az újabb gól. Duplázza az előnyét a Nessa FC a BL-ben. 64. perc, cserére szánja el magát Ndidi, bukta, Csabi érkezik Antoni helyére, és egyébként az olaszoknál is egy váltás. Elmas érkezik Anguissa helyére. És sorcsere 8 perccel a vége előtt. A gólszerző Neymar kap hatalmas tapsot a Mamatunde Park közönségétől. Jönnek a fiatalok, jön Lisztes, jön Jeremy Béla, és jön Evan Ferguson is előre, miközben szabadrugás az olaszoktól, lövésre lekészítve mellé. 2 perces hosszabbítás, abból már másfél letelt, még egy Napoli helyzet kialakulóban. Az bizony veszélyes lehet, Politano lő, de Onana köszöni szépen, és ezzel van vége a mérkőzésnek. 2-0-ás győzelem, felrobban a Mamatunde Park, megvannak az első pontjaink a BL-ben, legyőzzük a Napolit 2-0-ra, és elindulunk egy úton, amelyet Babatunde oly régóta megígért a szurkolóknak. 3 pont a zsebben, hazai pályán lehet ünnepelni, Nessa FC Napoli 2-0. Mindenek előtt szeretne megköszönni minden kilátogató szurkoló és otthon tévénézők, kapni hatalmas erő és biztatás. Nessa FC fanatikusok, ez győzelem, ajánlani nekik, ez BL menetelés, adni lájkolóknak és feliratkozóknak, Babatunde, lenni nagyon hálás. Mondjuk, ellenfél teljesítménye, hát hogyan nyilatkoz kedves? Hogyan nyilatkoz kedves? Napoli játéka lenni olyan, mint Napoli pizza. Vékony. Vékony és kevés feltét. Úgyhogy ez lenni győzelem könnyű, de szeretne megköszönni minden szurkoló. Megyünk tovább. Menni tovább. Köszönöm szépen. Hát azt gondolom azért Babatunde megint nagyon tiszteletteljesen nyilatkozott. Hát főleg az ő szurkolóiról, az ellenfélről kevésbé, de látszik, hogy nagyon hálás, hogy végre megint mögötte áll egy egész nemzet, és hát reméljük, hogy megszolgálja ezt a bizalmat, amit kapott, és tényleg el tud hódítani egy BL serleget. És ezzel zárul is ez a mai epizód. Srácok, lányok, pingvinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a támogatást, a kommenteket, a lájkokat. Reméljük, hogy jól alakul majd ez a szezon. 2 hét múlva folytatjuk. Addig is legyetek jók. Én még egyszer köszönöm a belém fektetett bizalmat és a figyelmet, srácok. Na, szevasztok! N betű. Ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon láttam.